Sziasztok! No, csak nem ismerős a környék. Hát igen, megint itt vagyunk az Őrsvezér téren. Hát csodálatosan szép buszpark, van itt troli, busz, szemszájnak ingere, hív, metró, van itt minden. Ilyen szempontból imádom az Őrsvezér terét. Úgyhogy ma is kiszemeltem egy jó kis viszonylatot, de most inkább azoknak szeretnék kedvezni, akik valamilyen szempontból a busznak inkább a hangját szereti, meg magát, a járművet. Tehát most nem annyira az útvonalra fókuszálok rá, mert igazából az, ahol... bocsánat, nem mondtam. 44-es busz következik amúgy. És tulajdonképpen a 44-es busz Sashalomig gyakorlatilag a 8-as és 9-es hívvel megegyező útvonalon halad. Tehát ti azt már láthattátok a 9-es évemről szóló filmemben, mind a két oldalt oda-vissza. Úgyhogy most még egyszer ugyanazt a két oldalt nem szeretném lefilmezni, mert uncsi lehet. Vagy hát, szóval nem szeretném, hogyha az lenne. Úgyhogy most inkább a busz belseje próbálom majd koncentrálni, illetve hát arra, hogy ahogy majd végigjárja ezt az útvonalat. Annyi érdekességet azért tudok nektek mondani ezzel a viszonylattal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen a centenáriumi lakótelepet, mert hát ugye, csak előszedem az infóimat, ugye a centenáriumi lakótelepre halad ez a jármű, illetve ez a viszonylat, az Őrsvezér teréről, tehát innen. Ugye mondom nektek itt az információkat, hogyha a telóm is úgy akarja. Tehát a budapesti 44-es jelzésű autóbusz Őrsvezér tere és centenáriumi lakótelep Budapesti út között közlekedik a vonat, a Budapesti Közlekedési Zrt. Üzemeltetése, tehát a VKV. Aktív a státusza, milyen meglepő. Korábban piros 44-es, illetve piros 44A viszonylatként közlekedett, majd 2007. augusztus 21-től közlekedik így ebben a formában ez a járat. Alapjáratként közlekedik tulajdonképpen a 244-esre és a 144-esre felváltva negyed óránként, tehát végül is a centenáriumi lakótelepre egyébként 7 percenként el lehet jutni, csak hát mint mondtam, felváltva közlekedik a 144-es és a 244-es, nem, csak a 244-es, a 144-es az már máshol megy. Szóval a 244-es busz a nagy egyetértésben. A BKV üzemelteti, a Cinkotai Autóbuszgarázs ad ki hozzá autóbuszokat, amelyek Volvo 7000A, tehát ezek a kicsit régebbi csuklós Volvo-k, illetve az általam, hát nekem az egyik kedvencem a 7700A jelzési autóbusz, úgyhogy azt szemeltem ki, és megtudtam, hogy az FLR 440-es jelzésű 7700A buszra fogunk utazni, este pedig szóló buszok közlekednék, Volvo 7700-osok. Tehát maga a viszonylat egyébként a Budapesti útig, tehát hangsúlyozom a Budapesti útig, 7,1 km, 15 megálló és 22 menetidő, viszont odafele, tehát oda-vissza fogok utazni, mivel mondom, a végén körforgalomként jár ez a viszonylat, tehát igazából túl sok értelme nem lenne leszállni, mert olyan hú, de nagy dolgot nem tudok nektek mutatni, tényleg egy lakótelep van ott, és ennyi. Tehát mindenképpen semmi különös, de most inkább mondom, az utastérre szeretnék koncentrálni, ez a magára a járműre. Úgyhogy, hát igen, vonalcsalád 45, 144, 244, és a Gida utca megálló után válik körforgalommá igazából ez a viszonylat. Ugye oly módon, hogy onnantól elmegy ugye a Budapesti út végállomás felé, de odafele csak a centenáriumi lakótelepnél áll meg, Futórózsa utcában, Sasvár utcában, majd visszafele az Olga utcában, Sasvár utcában és Margit utcában, és visszatérve a Gida utcában újra ugyanaz az útvonal. Nincs elsőajtós felszállás, úgyhogy lehet rá akárhol lényegében felszállni. Úgyhogy tartsatok velem a 44-es viszonylaton, minden.
Üdvözöljük utasainkat! Metró és hívállomás. Szeretesünk.
következő megálló, Lákosfalva hívállomás. Rákosfalva hívállomás.
Sashkalon, hívállomás. Váltás
megálló Király utca.
Thank you.
Sashkalon
következő megálló Tököli. Egyenes utcai lakótelep.
Rákosfalva hívállomás. Vezérkere, metró és hívállomás. Viszontlátásra.